Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Amikor az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága tegnapi napon meghallgatta Matolcsy Györgyöt, több mint 4 órán keresztül, ezt összegezve Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy sikeres kormány, sikeres gazdaságpolitika, sikeres nemzetgazdasági miniszter. Ez volt tehát a meghallgatásnak az összegzése Szijjártó Péter szerint. De mi a meghallgatás összegzése Vágó Gábor szerint, aki végigülte, sőt, végig kérdezgette a meghallgatást. Jó estét kívánok! Szép estét kívánok! Sikeres volt? A meghallgatás? Abból mondjuk. A szempontból nem, hogy nem sikerült a színvallásra bírni a kormányzati erőket. Annyi mindent mondott Matolcsy György. Igen, az, hogy ő sikeres. De hogyha visszább lépünk egy kicsit, az egész meghallgatásnak a hangulata valahol a tragikomédia és a bohózat között volt, hiszen nyilvánvalóan nem vesznek tudomást arról, hogy mi történik valójában a gazdaságban, csak kommunikációs paneleket puffogtatnak, és hogyha már a 0,1%-os belső fogyasztási növekedést sikerként könyvelik el, akkor már régen rossz valami. Hiszen magának az egész egykulcsos adónak az volt az értelme, legalábbis ők azt mondták, azért kell bevezetni, mert majd azt a belső fogyasztást nagyon föl fogja pörgetni. Igen. Hát a 0,1%-os növekedés a nagyon felpörgéstől egy kicsit messze van. Hát a nagyontól, attól tényleg messze van, mondjuk a nullától meg pont 1/10-del följebb van. Tehát, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy nem stagnált a fogyasztás. Édeskevés, mondhatjuk azt is. És... De az egykulcsos adóval kapcsolatban volt egy mondat, ami nekem azonnal, tehát hogy belevésődött az agyamba. Erről majd demográfiai szempontból is fogunk a mai este folyamán még beszélgetni, de ön, aki ott volt és végigült ezt a meghallgatást, akkor mesélje nekem részleteket, tehát hogy ez hogy, tehát hogy teljesen komolyan, vagy csak egy kicsit viccelődött éppen a miniszter, és úgy gondolta, hogy bedob valami poént, vagy hogy tényleg halál komolyan mondta azt a mondatot, hogy az egykulcsos adónak már a bejelentése is megmozgatta a nők és a férfiak fantáziáját, és hát bizony a népesség politikán és a népesedésen az áldásos hatása már érezteti magát. De először azzal kezdte a miniszter úr, hogy valójában az egykulcsos adó miatt állt meg a születésszámnak a csökkenése. Utána fölhívták a figyelmet ellenzéki képviselőtársaim arra, hogy nem fél év a gyermek várandóságnak az időtartama. Tehát, hogy egy gyereket nem 6 hónap alatt hordunk. Igen, és ezek pedig júliusi születésszámadatok. És akkor észbe kapott Matolcsy úr, és akkor... Mert ő 2011. január 1-től van az egy kulcs, és hogyha a júliusi születések számát nézzük, akkor mondjuk január 1-én valaki éppen áldott állapotba került, az jó esetben... Szeptember akkor, lesz hát, hatása. Igen. És akkor módosította erre a fantáziára az ő mondani valóját. Ez a fantázia az volt, hogy tehát akkor tehát a január 1-től nem jön ki a 9 hónap, akkor azt hát hozzátette, hogy... Az államtitkár úrnak a bejelentése, hogy lesz egy kulcsos adó, már az megmozgatta a családok fantáziáját. És erre önök, tehát amikor azt mondja Matolcsy György, hogy amikor az én államtitkárom bejelentett, hogy egy kulcsos lesz az adó, az megmozgatta a férfiak és a nők fantáziáját, erre önök mit csináltak? Hát röhögtünk, hát mi más lehetett volna? Nem csak az ellenzék képviselők, hanem de nagyon, vagy csak kicsit? Hát próbáltuk azért elfolytani, mégiscsak a Költségvetési Bizottság ülésén. Szóval... És amikor éppen szembe röhögték Matolcsy Györgyöt, akkor ő például mit csinál? De tényleg életszerű beszél. Én nem is kérdezek, életszerűen számoljon be a tegnap hát délutánjáról. Elvörösödött a feje, és utána próbálta nyomni ezt a sikert propagandát. De még hát... ezt a gyerekek, hogy ennek hatására születnek nagyon? Igen, meg utána folyamatosan minden egyes azt mondja, hogy kőkeményen kézbe volt tartva a 2011-es költségvetés. Én akkor... ezt csináltam, ez a facepalm arckifejezés, csak fogni tudtam a fejemet legtöbbször, hiszen arról van szó, hogy amikor egy költségvetés februárban megbukik, és hatalmas zárulásokat kell tenni, majd utána szeptemberben még egy zárulási sort kell tenni, illetve évközben egy csomó új adónemet kell bevezetni, akkor arra a nemzetgazdasági miniszter nem azt mondja, hogy nehéz év volt, sokat kellett változtatni, hanem hogy jól kézbe volt tartva, és ez egy sikeres év volt. És ezt szóvá tette? Hát természetesen és szóvá És akkor mi tettem. Volt a válasz? Hát, hogy igen, és akkor hozott más számokat, hogy szerintem milyen siker is siker. Tehát egyrészt félrebeszélnek, másrészt nem vesznek tudomást a valóságról, és ez nem igazán azért probléma, mert hogy kommunikáció szinten így meg tudják győzni az embereiket, hogy továbbra is siker van, hanem azért probléma, mert ez elveszi a fordulat esélyét is. Tehát nem lesz változás addig, amíg a döntéshozók nem veszik észre, hogy itt hibáztak.
amíg, és rákérdeztem arra, hogy hát Matolcsi úr, tényleg nagyon szépen kértem, hogy mondjon le, nagyon kultúrált, finom módon. Ja, így szépen kértem, hogy mondjon le? Hát, hogy mikor lesz az, hogy a gazdaságpolitikai fordulat a hitelesség érdekében egy más miniszterrel fog majd megtörténni. Tehát tényleg nagyon kulturált módon kértem meg, hogy hagyja el a bársony székét, és ekkor kérdeztem rá, hogy nincs ma Magyarországon olyan nívós, jobboldali, baloldali, bármilyen közgazdász, aki azt mondaná, hogy ez a matolcsizmus, ez egy sikertörténet volna, aki azt mondaná, hogy ez egy kulcsosodó működne. Erre meg azt mondja, hogy ezek az emberek féltékenyek, mert ők nem tudják, mert ők még mindig csak a régi tankönyvekből dolgoznak, és nem tudják, hogy a válságot csak új tankönyvből lehet megoldani. Tehát aki kritizálja, az mind féltékeny rá? És nem érti az új világnak a változásait. Azok kapnak még délután egy közleményt, hogy már nem barátok, már és öri-hari. Igen, nagyjából ez az óvodás, dacos, középső csoportos stílus működik. Tehát, hogy nem én vagyok hülye, hanem inkább ő a helikopter. Tehát valójában, hogyha nem én vagyok hülye, hanem ő a helikopter? A legnagyobb probléma ismét ott van, hogy nem látják be a hibáikat, így nem lehet változtatni. Tehát amikor egy gyermek bukásra áll az iskolában, és azt mondják neki, hogy tanulj fiam, mert itt nagyon nagy probléma lesz évvégén, akkor elkezdi szídni a tankönyveket, hogy a tankönyve hibás. Meg a tanárt. Meg persze a tanár. Amikor megbuktatják évvégén, és már a tanuló társai mondják neki, hogy tanulj már, tényleg meg fogsz bukni. Te vagy a hülye. És amikor már tényleg megbuktatják évvégén, akkor mindenkire haragszik, és összetépi a tankönyveket. Hát nem ez a megoldás, hogy... Az unortodox tankönyvet nem tépi össze, csak hát az valójában, hogyha megnézzük konkrétan, itt a matolcsizmus milyen... matolcsizmus tankönyve milyen lapokból áll össze, az összeollózva van, akár Schmidt-Pálnak a diplomamunkája, más ortodox gazdasági lépésekből. Tehát az egykulcsos adórendszer máshol is működik. Itt a gyermekkedvezmény máshol is működik. Csak ezek így egymásra rakva, főként úgy, hogy hetente változik az egész gazdasági rendszer, így működésképtelen. Mert a legnagyobb probléma, és ezért én nem vagyok demográfus, biztos majd a demográfus úr elmondja, de itt a népességi problémával, hogyha kiszámítható lenne a gazdaság, kiszámíthatóak lennének az életfeltételek, hosszú távra tudná egy fiatal pár tervezni, hosszú távra tudná bevállalni a gyermeket, akkor valóban elindulna a gyermekszám növekedés. De amíg nem azt, hogy hónapról hónapra élnek, hanem lassan napról napra élnek az emberek, akkor nem tudnak bevállalni hosszú távú terheket. Hát annyira napról napra élnek, hogy ezt is megmagyaráztam Matolcsi György, és ennek a körülményeiről is mondja nekem valamit, hogy az így hogyan és milyen komolysággal hagyta el Matolcsi György száját az a mondat, hogy 47 ezer forintból simán meg lehet élni ma Magyarországon. Hát, hogy havi 47 ezer forintból. Hát az eléggé, én nem tudom, tehát ő szerintem sose próbált ennyi pénzből megélni. Most van egy blog, ahol, ami leírja azt, hogy ő megpróbál élni minimál bérből, és hát nem sikerült neki a harmadik hétvégére. Uh-huh. Tehát, hogy látszik, hogy itt Magyarországon egyre több ember kényszerül arra, főként itt a kormányzati álmok, gazdasági álmok futás miatt arra, hogy nagyon kis pénzmagból kell neki az életét tengetnie. És erre azok az emberek, akik tényleg milliókat visznek haza, és tényleg ott van a megoldás kulcsa a kezükben, azt mondják, hogy meg lehet élni 47 ezer forintból. Hát egyszerűen ez lehetetlen.